Ferenc pápa vatikáni általános audenciáján arra szólította fel a híveket, hogy imádkozzanak a békéért és ne feledkezzenek meg a szenvedő Ukrajnáról, Palesztináról és Izraelről, számolt be az Ukrinform a Vatikán Newsra hivatkozva. A február 7 i audencián a békéért és az Egyesült Európáért Szent Benedek fákjás körmenet szervezői, valamint önkéntes szervezetek voltak jelen. A Szent Atya gratulált a felvonulás szervezőinek és az önkénteseknek, és azt kívánta, hogy a testvériség és szolidaritási egyében cselekedjenek. És ne feledkezzünk meg a háborúkról, ne feledkezzünk meg a szenvedő Ukrajnáról, Palesztináról, Izraelről és a sok-sok háborúról szerte a világon. Imádkozzunk a békéért. A háború mindig vereség, békére van szükségünk, mondta az egyházfő. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség létfontosságúnak tartja, hogy az Egyesült Államok kongresszusa továbbra is támogassa Ukrajnát. Jelentette ki a NATO főtitkár Brüsszelben szerdán a szövetség politikai döntéshozó testülete az Észak-Atlanti Tanács ülését követően. Jens Stoltenberg az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadójával Jake sullivan közösen tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, Ukrajna támogatása nem jótékonykodás, hanem a saját biztonságunkról van szó. Egy orosz győzelem meggyengítene minket, és nem csak Moszkvát, hanem Kínát, Iránt és Észak-Koreát is bátorítaná. Ez úgy Európa, mint Amerika biztonságára is hatással lenne, figyelmeztetett a NATO főtitkár. Jake Sullivan a sajtótájékoztatón kijelentette, az Egyesült Államok továbbra is tud és fog katonai segítséget nyújtani Ukrajnának. Nincs alternatívája az Egyesült Államok olyan szintű kötelezettségvállalásának, amely lehetővé teszi Ukrajnának, hogy rendelkezzen a számára szükséges tüzérségi fegyverekkel, légvédelmi rendszerekkel és egyéb képességekkel, hangsúlyozta a Nemzetbiztonsági Tanácsadó. Nincs béterv, a Fehérház arra összpontosít, hogy Ukrajna az Egyesült Államok kongresszusának jóváhagyás keresztül megkapja a segélycsomagot. Fogalmazott Sullivan, majd hozzátette, az amerikai támogatás nem csak a honvédő háborút, hanem a NATO-tagságon dolgozó ország elrettentő képességének hosszú távú megteremtését is segíti. Az Európai Uniónak továbbra is ki kell állnia Ukrajna és népe mellett. Ez a meggyőződésem annak ellenére, hogy egyes hangok arra hivatkoznak, hogy belefáradtak az irántuk mutatott szolidaritásba. Jelentette ki Klaus Johannis, román államfő szerdán az Európai Parlament Strasburgi plenáris ülésén tartott beszédében. A demokrácia, a területi integritás és a szuverenitás, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rend védelme nem lehet fáradtság tárgya, hangsúlyozta a román elnök. Mint mondta, Románia továbbra is részt vesz az Ukrajnát támogató közös uniós erőfeszítésben, valamint a szomszédos Moldova támogatásában is, amelyet intenzíven érint a térség válsága. Felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós csatlakozás tagadhatatlan előnyökkel jár Románia számára, és hangsúlyozta, hogy az országa és a többi uniós tagállam közötti légi és tengeri határ márciusi felszámolását gyorsan követnie kell a a szárazföldi határellenőrzések megszüntetésének. A lett kormány úgy döntött, hogy február 11-től nem nyitja meg a sziléni ellenőrző pontot a fehér orosz határon. Számolt be lett belügyminisztériuma, tájékoztatott a Európaiska Pravda. A döntést a lett fehér orosz határ illegális átlépésének megakadályozása, valamint Lettország belső biztonságának veszélye miatt hozták meg, tájékoztatott a minisztérium. A megerősített határvédelmi rendszert nem fogják bevezetni azokon az ellenőrző pontokon, ahol minimális is volt az illegális átlépési kísérletek száma. Szükség szerint a határőrizeti rendszer fokozott működési módja azonnal visszaállítható, tette hozzá a lett belügyminisztérium. 2023-ban az illegális határátlépési kísérletek számának jelentős növekedése miatt Lettország megerősített határvédelmi rendszert hirdetett 2023. augusztus 11-től 2024. február 10-ig 6 hónapra a Ludzeni, Kraszla Ausdausgavi és Daugavspilsi önkormányzatok területén. Az Európai Uniónak három fő lépést kell megtennie annak érdekében, hogy növelje az Ukrajnába irányuló tűzérségi lövedékek mennyiségét. Jelentette ki Szerdán Dmitro Kuleba külügyminiszter Josep Borrellel az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével Kievben tartott sajtótájékoztatón. számod az rbk.hu a hírportál. Az ukrán diplomácia vezetője elsősorban arra szólította fel az uniós országok kormányait, hogy írjanak alá, hosszú távú szerződéseket a védelmi vállalatokkal. Szerinte ez elősegíti a cégek termelési kapacitásának növelését, és jelentősen felgyorsítja a lőszerek szállítását Ukrajnának. A második lépés az európai védelmi cégek, valamint az európai és ukrán vállalatok közötti együttműködést akadályozó szabályozás megszüntetése, hogy ne legyen gátja a köztük lévő partnerségnek mutatott rá. Az ukrán külügyminiszter véleménye szerint a harmadik Lépés, az uniós vállalatok és kormányok tárgyalásai harmadik országokkal, hogy onnan Ukrajnába irányítsák át a lőszer szállítást az erre vonatkozó hatályban lévő szerződések módosításával. Bridget Brink, az Egyesült Államok kijevi nagykövete reagált az Ukrajnát ért szerda reggeli támadásra. Álláspontjának az X közösségi oldalon adott hangot. Kijevben és szerte az országban férfiak, nők és gyerekek egy újabb hatalmas orosz rakéta és drón támadásra ébredtek. Bízunk Ukrajna légvédelmében és a hős akik mindannyiunkat védenek áll a közleményben. Brink megjegyezte, hogy elfogadhatatlan az Ukrajnának nyújtott segítség késleltetése az orosz agresszióval szembeni ellenállásban. Nem vesztegethetjük az időt. Ukrajnának most van szüksége a biztonsági támogatásra, hangsúlyozta a nagykövet. A szerda reggeli orosz rakéta támadás nem okozott különösebb súlyos következményeket az energiarendszer stabil működésében, között az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat Telegramon. A közlemény szerint a fővárosban, Kijevben és a kelet-ukrajnai Harkivban károsodtak az elektromos hálózatok. Kijevben, közel 20 ezer, Harkivban pedig körülbelül ezer fogyasztó maradt áramellátás nélkül. Az ukrán légierő sajtószolgálata Telegramon arról számolt, be, hogy szerdán reggel Oroszország 64 különböző típusú rakétával és drónnal mért csapást Ukrajnára, ebből a légvédelem 44-et semmisített meg. A légierő közlése szerint megsemmisítettek 26 darab H-101-es, H-555-ös, H-55-ös, valamint három kalibr típusú rakétát, továbbá 20 támadó drónból drónból 15-öt. Hozzátették, hogy a légitámadás visszaverésére a légierő légvédelem védelmi rakétaerőit és vadászrepülőgépeit, az ukrán védelmi erők mobil tűzcsoportjainak egységeit, valamint elektronikus hadviselési eszközöket vetettek be. Európa legnagyobb atomerőműve már nem termel áramot, de a fűtőelemek hűtése továbbra is szükséges. Az atomerőmű dolgozói azonban csak akkor léphetnek be a létesítmény területére, ha aláírják a rossz atommal a szerződést. Mint egy száz dolgozó nem hajlandó munkaszerződést aláírni az orosz állami atomenergia vállalattal, az orosz megszállás alá került zaporizsiai atomerőműnél. Közölte Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia ügy ügynökség főigazgatója kedden, az RFI francia rádióban. Az erőmű hat reaktorát már hónapokkal ezelőtt lekapcsolták, így azok áramot nem termelnek, de továbbra is fent kell tartani a nukleáris fűtőanyagok hűtését. Európa legnagyobb atomerőművét az Ukrajnával szembeni invázió kezdete után nem sokkal foglalták el az orosz csapatok. Időről időre támadások érik, melyekkel Moszkva és Kiev kölcsönösen egymást vádolja. Az atomerőműnek valaha 12 ezer dolgozója volt, ám ez a szám mára két-három ezer közé apadt. Pillanatnyilag a helyzet stabil, de nagyon-nagyon törékeny ez az egyensúly, hangsúlyozta Grossi az interjúban. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója Kedden Kievbe érkezett és megbeszélést folytatott Herman Haluschenko ukrán energetikai miniszterrel. Szerdán Zaporizsába utazott és a tervek szerint Moszkvába is

Januárban Ukrajna elérte a háború előtti tengeri export volumenét az ukrán-tengeri folyosó működésének köszönhetően, közölte Denis Mihál, miniszterelnök a kormányülésen. Az ukrán-tengeri logisztikai folyosó hat hónapja működik. Fél éve feloldottuk a Fekete-tenger blokádját és fokoztuk az ukrán-tengeri kereskedelmet, mondta a kormányfő. Emellett ezzel párhuzamosan lehetőség nyílt egy az export katonai kockázatok elleni biztosításával kapcsolatos, projekt elindítására, nevezetesen az ukrán kikötőkbe belépő hajók biztosítására. Már több mint 660 hajó haladt át az új Gabona folyosón, amelyek mintegy 20 millió tonna rakományt szállítottak a világ 32 országába. E rakományok 70 a mezőgazdasági termelőink terméke, hangsúlyozta Smihál. Januárban Ukrajna elérte a háború előtti tengeri exportvolumen mértékét. Ez segít a belső erőforrások felhalmozódásában, hiszen minden hrivnya, ami az exportkereskedelemből érkezik a költségvetésbe, a védelemre irányul. A katonaság jobb ellátására, a drónokra és lőszerekre, az innovatív katonai védelmi termékekre és még sok minden másra, magyarázta a miniszterelnök. A Szvidoma állami toborzóiroda 2024. márciusának végén kezdi meg munkáját. A projekt célja, hogy tájékoztassa a társadalmat arról, hogyan lehet csatlakozni az ukrán fegyveres erőkhöz. Jelentette be Olekszé Bezsevec, a Védelmi Minisztérium toborzás kérdéseiért felelős képviselője. Számolt be az Armia Inform. Az ügynökség négy városban hoz létre központokat. Kievben, Lvivben, Dnipróban és Odesszában. Ez egy teljesen civil struktúra le. Lesz. Ez egy kísérleti projekt. Az érdeklődők eljöhetnek a központokba, feltehetik kérdéseiket a toborzónak a szolgálattal kapcsolatban. Hogyan lehet csatlakozni, milyen betöltetlen állások vannak, magyarázta Bezsevec. Ezekről az emberekről, ezek hősök. Soha senki nem lesz. Hatodik órában húsz év fel. Ez a teljes. A Mátiás Corvinus Kollégium Beregszászi Képzési Központjában tartott előadást Setényi János, az MCC Tanulás Intézetének igazgatója. Az esten Nikolás Tét konzervatív iskola című könyvét elemezték, illetve az ezzel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg a jelenlévő pedagógusokkal és érdeklődőkkel. Setényi János előadása a filozófiai alapokon álló konzervatív oktatásügyi pedagógiai gondolkodás világába nyújtott betekintést, valamint plusz töltést kívánt adni azoknak az oktatóknak is, akik a nehéz körülmények között is helytállnak a kárpátaljai intézményekben. Az egész világon zajlik a konzervatív pedagógiának az újra felfedezése. Ez a hagyományok, a műveltség, az európai műveltség megerősítését és az ehhez szükséges iskolát jelenti. Az MCC e tárgykörben két nagy konferenciát is tart, az egyiket hamarosan Február közepén Brüsszelben, és a február második felében pedig Budapesten egy oktatási csúcsot nemzetközi résztvevőkkel. Ennek egy tulajdonképpen előízét vagy bevezetőjét hoztam el ma beregszászra, ahol egy lelkes és értő közönséggel beszéltük meg ezt a kérdéskört. Az itteni rendszer is, ugye a szovjet rendszer az a német hagyományos pedagógiának a folytatása, bizonyos értelemben, úgyhogy azt gondolom, hogy sok érték van, amit meg kell őrizni ebből, a tudásközpontúság, a teljes körű műveltségeszmény, különösen a középiskola területén, módszerekben és különösen a szakképzés területén szükség lesz változásokra. Itt egyelőre a lélek megerősítése folyik, hiszen először béke kell, ami még több hónap lesz valószínűleg, vagy egy év, és utána lehet a gyakorlatban is elkezdeni az iskolákban, az oktatási rendszerben ezt a fajta új típusú építkezést. Nem csak a kártátai érzítés csapat, hanem az egész kártátai közösség szerintem abban a nehéz időben nem is jelesre, hanem csillagos jelesre vizsgálgott. Fontos, hogy fiataljaink tudásuk bővítésével a későbbiekben hasznos tagjai lehessenek közösségeinknek, amihez az is hozzájárul, hogy ösztönözzük a nyelvek elsajátítását is, mondta Dobsa Német Beáta, az MCC Kárpátaljai kirendeltségének vezetője. Intézményünkben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy valóban kulturális sokszínűséggel, a nyelvek sokszínűségével is megismertessük a diákjainkat. Ezek az oktatásban is megjelennek programjainkban, több nyelvet oktatunk a gyerekeknek, illetve maguk az előadások is több nyelven is elhangzanak amikor azt mondják, hogy ahány nyelv, annyi ember, akkor én ezt egy kicsit megsokszoroznám, és azt mondanám, hogy ahány nyelv, ahány kultúra, az annyival több, pozitívabb pluszt ad egy ember személyiségében, és annál inkább multikulturálisá, multilinguálisá válunk. A legfontosabb az, hogy a gyerekek egy nagyon-nagyon erős alappal rendelkezzenek, és ezek az erős alapok, ezek elengedhetetlenek a régi tudással, az alaptudásnak a megszerzése nélkül. Ezeket csak fokozza a Matthias Corvinus kollégiumnak azon a programjai, azon eseményei, amelyek a jelen, illetve a jövendő különböző programokkal és újabb eszközökkel, tanulási módszertanokkal csak gazdagíthatják a gyermekeket. Nyugat-Európában és főként a skandináv térségben a konzervatív oktatást egyre jobban váltotta fel egy új vonal, amely nem volt felkészülve a migráns áradatra. Kárpátalján viszont továbbra is a konzervatív oktatás van előtérben, ami a jelenlegi helyzetben kifizetődőbb, és szorgalmazza a keletről érkező fiatalok integrálását is, emelte kisetényi János. A kérdés az az, hogy lesz-e egy olyan kedvező békeállapot, ahol az ideérkezettek egy jelentős része még visszatér az otthonába, tehát hogy ideiglenes lesz a tartózkodásuk, vagy tartósan letelepülnek. Ha tartósan letelepülnek, akkor szükség lesz az integrációjukra, de nyilván ez ukrán nyelvű lesz. De vannak olyan kreatív módszerek, helyismeret, történeti ismeretek, ahol a helyi magyarság is be tud kapcsolódni az, a, a menekültként érkezett gyerekeknek az itteni integrációjába. Ez egy külön ülés és külön műhely munka a témája lehetne, de nagyon-nagyon jó kérdés, és biztos, hogy a jövőben beszélni kell majd róla. Fontos azonban az is, hogy ne csak az iskolákban jelenjen meg a konzervatív álláspont és következetesség, hiszen mindez hozzájárul ahhoz, hogy fiataljaink mindinkább felkészüljenek azokra a kihívásokra, amelyeket az élet tartogat számukra, hangsúlyozták a szervezők. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az elmúlt időszakban a háborús helyzet ellenére is számos programot valósított meg. Ezek között voltak támogató jellegűek, valamint olyanok is, amelyek a közösség megtartására és építésére összpontosítottak. Ezúttal a szervezet fiataljainak szerveztek programot. A farsangi kézműves foglalkozásnak az Egyesület Berekszászi Irodája adott otthont. Hagyományosan minden éven ilyen farsangi kézműves alkalmat szoktunk szervezni, mert hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó lehetőség a gyerekeknek arra, hogy megtanulják azt, hogy mit is jelent a farsanga számunkra, és nagyon jó kis érdekes alkotásokat, maszkokat, diszeket, kalapokat, valamikor még ruha dolgokat is elkészítünk a gyermekekkel. A mai napra állarcok kerülnek sorra, meg ilyen fejdiszek, különfélék, amilyeneket itt el tudunk készíteni, és hát nagyon nagy örömmel és boldogsággal fogadtam azt, hogy jöttek a gyerekek, és itt vannak, és farsangi fánkunk is van, és jó hangulatba telik ez a mai délután. Februárban nem csak a farsangra készülnek a nagy családosok. Megalakulása óta az Egyesület kiemelt figyelmet fordít a keresztény értékrendre és a család fontosságára. A tagcsaládok rendszeresen csatlakoznak a házasság hete programsorozathoz. Világszerte februárban méltatják a házasság hetét, ehhez a kezdeményezéshez már a kezdetek csatlakozott egyesületünk is. Ebben az időszakban kiemelten figyelünk a házaspárokra különböző nekik szóló programokkal. Hagyományá vált, hogy ebben az időszakban házaspáros vacsorát szervezünk, meghívó, el, meghívott előadóval, illetve házaspáros színházi előadásra is sor kerül. Az első ilyen program a házasság hetéhez kapcsolódóan ez a házaspáros vacsora lesz február 10-én. Sajnos jelenleg a házaspáros Város Színházi előadás meghiúsul, így filmestet tervezünk. A több mint ezer tagcsaládot számláló egyesület soron következő programjai a házas páros vacsora és várják az érdeklődőket a heti filmklub rendezvényeire is.